szokása szerint a Zsoltárok könyvének a 116. fejezetét. Innen olvasom most a két utolsó verset, a 18. és 19. verseket. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében, az Úr házának udvaraiban, te benned Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat! Kedves ünneplő, háladó közösség! A Zsoltár írója egy épületet és egy udvart említ a Zsoltárban. Egy épületet és egy udvart, ahol méltó környezetben mindent a maga helyén találva, jelenlétével és cselekedeteivel Isten dicsőségét szolgálhatja. Tehát betölti az emberi élet Istentől kapott rendeltetését. A Zsoltáros a templomról és annak udvaráról beszél. Mi pedig itt vagyunk egy másik épületnél, egy másik udvaron. Az óvoda megújult, megszépült, kibővített épület együttesénél és a hozzá tartozó udvaron. És a szívemben az a vágy fogalmazódott meg, hogy Istent arra kérjem, tegye ezt a helyet is az emberi életet kimunkáló szép műhelyé. Mert ha jól végzik a dolgokat azok, akik itt munkába állnak, akkor Isten tiszteletet végeznek minden egyes napon. Akkor is, ha ők úgy gondolják, csak a munkájukat végzik, lelki ismeretük szerinti alapossággal. Azzal, hogy méltó környezetben egy életre kiható szolgálatot végeznek a társadalom szempontjából, hogy családi életeket formálnak az itt folyó munka által, igen sokat tehetnek azért, hogy minden ide járó gyermek megtalálhassa és betölthesse saját egyéni személyre szabott élet célját. Éppen ezért nem lehetünk elég hálásak a tervezőnek és megálmodónak, a kivitelezőknek, a kétkezi munkát végzőknek, hogy méltóvá tették ezt az épület együttest erre a munkára. Nem lehetünk eléggé hálásak a mindennap szolgálatba álló dolgozókért, legyen szó a szakképzett vagy a kisegítő személyzetről. Nem lehetünk eléggé hálásak azoknak a családoknak, amelyek bizalmat szavaznak az itt folyó munkának, és azt hiszem nem lehetünk eléggé hálásak a mindenható Istennek sem, akinek a kezében végül is összefutnak ezek a szálak. Egy épület, egy udvar és egy kívánság, hogy mindez hadd szolgálja nyírpazony örömét, gyermekeinknek, családjainknak és nemzetünknek javát, és hiszen ezáltal Istenünknek dicsőségét. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, te jól szervezed az időket, az emberi erőforrást és az anyagi lehetőségeket is. Köszönjük, hogy mindent kezedben tartottál, és ezáltal most hálát adhatunk ezért az elkészült beruházásért. Könyörgünk, hogy áldásodat áraszt ki az itt folyó munkára. Áld meg azokat, akik sokat dolgoztak az épületen, akik a mai nap előkészületeiben jeleskedtek. Áld meg azokat, akik itt állhatnak folyamatos munkában naponként, és áld meg kérünk a mindennap ide betérő gyermekeket családjaikkal. Mert csak így lesz hasznos, érdemes és értékes mindaz, amit most örömmel veszünk birtokba. Engedd, hogy az életünk betöltse küldetését Krisztusnak engedve, hogy így élhessünk a te dicsőségedre. Amen. Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva most és mindenkor is örök.